Szervuszok srácok, üdvözöllek benneteket, a Stronghold Warlords-al fogunk játszani, amely egy tegnap megjelent vadonatúj Stronghold játék, és biztos, hogy sokan nem tudjátok, hogy mi ez, vagy esetleg nem ismeritek, persze biztos van, aki nyilván igen. Ez egy RTS játék alapvetően a Stronghold, az azt jelenti, hogy real-time stratégia tulajdonképpen. Várat kell építeni, katonákat kell gyártani, és tulajdonképpen okosan le kell győznünk az ellenfeleinket. Na most a Stronghold, illetve maga a Firefly Studio, ugye, ami ezt a címet csinálja, hát egy jó ideje nem tudott már olyan nagyon jó Strongholdot felmutatni. Itt arra gondolok, hogy számomra például, szerintem beszélem ezt a zenét, ez kegyetlen hangos, gyerekek. Tehát itt arra gondolok főképpen, hogy nem tudom, számomra az utolsó igazán jó Stronghold és az egyetlen a Stronghold Crusader volt. Még a kettő is egész jó volt, de a sima Stronghold 2, a 3 az már katasztrófa volt. Hát ott volt az a Legend, amiben voltak sárkányok, meg ilyen varázslatok, az már nekem túl sok volt. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezen új cím hallatán. Magyar nyelv sajnos nincs benne, ugye például a régebbi verziókban volt olyan, amiben volt tök jó magyar szinkron. Ebben sajnos nincs. Megnézzük, hogy milyen, és tényleg abszolút keleti feeling az egész, tehát keleti hadvezérek vannak, épületek és minden, tehát ez a Kína, Japán, Vietnám és tehát ez a keleti éria, úgyhogy kipróbjuk a játékot. Én nem játszottam még vele egyáltalán, most szereztem be az elmúlt pár percben, ami játék fél órában. Letöltöttem, megnéztem, hogy hogy fut, és ki fogjuk próbálni. Tekintve, hogy van Strongholdos múlt, amin úgy gondolom, hogy nagyon nagy meglepetés nem érhet, mert ismerem az alapjátékmechanikát, hát aztán reméljük, hogy tényleg nem fog. Egy custom skirmish-t fogunk menni, ami annyit tud, hogy magunknak állítjuk be, hogy hol szeretnénk, milyen pályán játszani, kik ellen. Ugye a Strongholdokban mindig így működött, hogy itt be lehet állítani, ugye bár, hogy legyen a számítógépnek előnye, vagy sem. Mondjuk ez is meg van animálva. Egész jó pofa. Úgyhogy megnézzük, hogy mit tud ez a sztori. Egy jó nagy, mondjuk 4 fős pályát fogunk választani. Ez ilyen tipik, ilyen ázsiai map. Mondjuk, ez 4 fős, ha jól látom. Ott van egy hely, ott, meg ott. Ezek az állatok lennének? Jelezni a... Box. Szóval ki tudom választani azt, hogy az adott pályán mi legyen az adott nyersanyag forrás. Azt a mindenit, tudunk, ezek ilyen vadlibák lesznek, vagy valami hasonló. Sárkány! Dragon Warlord, ez mondjuk nem tudom mire jó. Jó, ezt majd ki kell derítenünk, ez valamilyen specialitás lesz amúgy szerintem itt. Ezek az alappályák, de láttam, hogy már van workshop a játékhoz, szóval a későbbiekben lehet tök jó térképeket majd letölteni. És amúgy, Ricsi, látom, te is jutott számod, és a Stronghold Crusader volt eddig a legjobb. Most megnéztem, nekem megvan abból a HD verzió, és a Steam-eshez is külső oldalról, de lehet szerezni még magyar nyelvet. Olyat, amihez az új karakterekhez, az Emilhez és satöbbihez is van magyar szinkron, az annyira feelinges, hogy valamikor majd nyomatunk abból egy streamet, mert az úgy király, hogy a HD textúrával és satöbbi, úgyhogy majd arra is lehet számítani. Legyen ez a 4 fős pályán, azt mondom, legyen. Computer Lords, na kik vannak? Hát itt hát összesen 3, vagy bocsánat, 4-ből tudunk választani. Oké, őt nem ismerem. Kinshi Huan, ezeket kis tudom mondani amúgy. Genghis Khan, őt egyedül ismerem, ő például legyen benne. Oké. Hát de Yoshi, jó, legyen ő is. Dan, szuper, berakjuk őt is. Horváth Péter, köszi szépen, nem tudom, fogalmam sincs jelenleg tervezés alatt van így a szkámos történet. Na. Úgyhogy most ez egy ilyen abszolút ilyen first try lesz. Én felrakom magunkat ide. Ez így egy könnyebben védhető helynek tűnik. Most nagyon kedves leszek magunkkal, mert tényleg egy ilyen betanulós kört akarok menni. Normál difficult? Milyen difficultek vannak amúgy? Van hard, meg easy. Oké, rendben, csak mindenki el lesz, ilyen free for all. Ha így lennének együtt, oké. Okay. Hát úgy tudom őket egy csapatba tenni, hogyha így összehúzom, de nem lesznek egy csapatba, szeressétek egymást. Jó lesz ez így. Lesz egy kék, meg hát ne lila legyen valami más. Legyen zöld. Genghis Khan kék lesz, ez a Toyotomi meg zöld. Biztos valami nagyon híres ázsiai hadvezér. Én nem ismerem, úgyhogy ezt így engedjük el. Ugye itt vannak ilyen advanced option-ök. Egyelőre szerintem maradjon egy standard.
mert hirtelen így auto start place, de menjük diplomáciai pointok, de hogy az győz, aki mindent elpusztít, ugye? Tehát itt ez úgy működik még mindig, gondolom. Jó, kiegyenlített lesz a sztori, szerintem így megnézhetjük. Szóval ugye egy mongol, egy japán, egy kínai hadvezér van bent, de a negyediket nem ismerem. Kösz szépen amúgy Man Hyang az infót. Nekem ez az ázsiai terület itt nagyon kiesik ilyen téren, de kíváncsi vagyok rá, hogy így a Stronghold, illetve a Firefly Studio mit tudott így összehozni a téren. Herkules, köszönöm szépen a szupercsetet. Na vágjunk bele! Nézzük meg! Azt a mindenit, Deathmatch. Jó, hát a Deathmatch az evidens, hogy érthető, hogy miről szól. Én nem állítottam ezeket az állatokat most át, megnézzük egyet, hogy mire jó. Jó, hát általában az, ugye azzal kezdjük, hogy le kell raknunk a raktárat, mint minden Strongholdba, gondolom. Igen, ez kicsit olyan Stronghold 2-3-as feeling. A Crusaderben ez kifinomultabban volt szerintem megoldva, ott ugye nem volt ilyen rácsozás, mert lehet ki lehet kapcsolni ezt a rácsozós sztorit. A rácsokat, segédrácsokat ki lehet kapcsolni? Mindegy, eléggé zavaró szerintem, olyan nem tudom, olyan, mint a megkötni a kezemet. Jó, ezt valahova, azt nézem, hogy itt lesz fa. Igen, ott az már pályaszéle, rengeteg fánk lesz, kövünk nem hiszem, hogy nagyon lesz. Bár itt oldalt lehet, hogy fogunk tudni szedni egy kis követ. Ide hátra fogjuk tenni most a raktárat. Hát, legyen itt. Ugyan, a granary ugye ez tulajdonképpen a magtár, ha jól emlékszem. Magyarul játszottam nagyon sokat, úgyhogy... Oké, van Richfield... Richmezőt tudunk letenni. Ilyen zöldségeset. Van itt malacfarm. Teaház, meg... Ez meg valami olyasmi. Valószínűleg ez kell, tehát ez a tea növény. Ez kell valószínűleg majd a teaházhoz, hogy legyen alapanyaga. Jó, ez az, amit nem tudom, hogy pontosan hogy működik. Gabi, köszönöm szépen a csatornatagságot, köfi. Na, szóval akkor... Jó, hát tegyünk le mondjuk Richfieldet, hihetetlen. Ami minél többféle ételt csinálunk, annál több... boldogságot tudunk kicsikarni majd az emberekből. Nem kell. Fa kellene nekünk minél, ez hóvel, ez shack, igen, nagyon szuper. Ezek épületek. Nekünk woodcamp kéne. Ugye úgy van, hogy a szabad emberek, gondolom itt is ugyanúgy jönnek, hogy házak után, bár elmetleg itt jobb oldalt, hogyha... tudjátok, hogy felülök, jó? Lássátok itt a dolgokat kicsit jobban. Eddig olyan, igen, eddig sima cruiseres nekem is. Nekem sokkal jobban tetszett, hogyha megtelt a magtár, ugye többet kellett letenni, mert a későbbiekben is kell rá figyelni. Szerintem ez végtelen. Dwindling? Mit szeretnél? Nekem magyarázol! Az a lényeg, hogy itt vannak ilyen pluszpontok, és a népességnek mindig pozitívba kell lennie. Attól lesz pozitív, hogyha jó a vallási lefedettség például, vagy többféle ételt tehetnek, többet etetünk velük, mert amúgy be lehet azt is elméletek állítani, bár nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy itt hogyan. Nekem nincs még marketom, hogy tudok vásárolni amúgy, elnézést, nem azért a 20 fülére. Query-t majd később teszünk le, kéne nekünk mindenféleképpen shack. Ez milyen shack? Ez lakó? Ez lakótömb akar lenni, ugye? Csak ennek jobb a quality-e, aha! Hagyjad már, még különböző kvalitású házakat tudunk letenni, menj már. Mindegyik fába kerül. Át kell gondolni, szerintem ez a hát ez simán jöhet, tehát egy párat lerakunk ide oldalra, ahol nem zavar senkit. Oké, így egymás mellé, nagyon szuper, és akkor most van 5 munkásunk. Ezek szépen folyamatosan jönnek ki a főépületből, és ott állnak kint csak így a lépcsőn. Azt tetszik, hogy így felolvassátok, köszike. Kicsit bele kéne húzni, mert amúgy nem nagyon haladunk, meg azt sem tudom, hogy pluszban van-e most a kaja termelésünk, úgyhogy... Legyen ilyen vegetable fieldünk is. Jó, egyelőre legyen ennyi, ez kicsit lehet sok lett. Mindegy, megnézzük. Remélem át tudnak, régen úgy volt, hogy a mezőkön át tudtak menni, remélem, hogy itt is át fognak tudni. Lehet építeni utat, de ez kőbe kerül. Na várjatok, hol látom én amúgy a nyersanyagok? Ja, itt vannak a nyersanyagok bal lent. Oké, rendítsek. Nem tudom, hogy itt amúgy fém lesz-e, mert fémet nem nagyon láttam, viszont követ mindenféleképpen kéne bányásznunk. Jó, megvan így forgatok, jó. Na jó, ez jó lesz, hogy a tükönbe bányászok követ. Gyerekek, szerintetek hogy bányászok követ?
kőbányát. The quarry must be built on stone deposits, your excellence. Uh-huh. Valószínűleg nekem itt nincs stone depositom. Hogy néz ki egy stone deposit? Ah, jó. Can't place that there, Highness. Ez mi? Ez nem stone deposit? Ja, itt már van valaki. Jó, csináljunk csak egy kisebb hadsereget. Na várjátok, hogy működik armory? Ugye abban mennek a fegyverek, mert ugye bizonyos egységek legyártásához arra van szükség. Van barak. Van 100 kövünk, úgyhogy egy barakot mindenféleképpen ide előre lerakunk. Military Akadémia. Valószínűleg ez lesz a zsoldosok. Vagy nem. Ninja. Lehet ninját venni. Egy ninja 100-ba kerül? Master. Azt a mindenit. Through the shadows. Their life is over. Támadjuk meg őket. Azt mondja, itt lesznek majd a várelemek, ezek később foglalkozunk. Szerbusz Tobi, halli, jó. Jobb, mintha a tűz köré ülnének. Nem tudom, hogy ez a tűz köré. Az ki? Ja, ez vagyok én tulajdonképpen, a maga a Lord, ugye, hogyha ő meghal, akkor vesztünk. Hagyjad már! Azt nézd! Ez milyen kemény ez a ninja! Amúgy fel tud menni. Hát igen, ő kicsit kevés egy lordnak a legyőzéshez így egyedül. Most azt nem tudom, hogy ez lenne a stone deposit, de szerintem ehhez nekem meg kéne szereznem azt a területet, mert amúgy itt inkább csak fát fogunk vágni, tehát nekem stone depositom abszolút nincsen. Hát kicsit belenyúltam ebbe. Szervuszok, srácok, aljó. Na mindegy, szóval... Jó, hogy állunk kajával? A food, ez lenne a food, ez a rizs, tea, öltözék. Jó, hát de próbálkozunk továbbra is. Nem tudom, hogy mi a legjobb balansz. Most amúgy van jó sok emberünk, úgyhogy... Vághatják nekem itt a fát. Hagyjad már, hogy cipeli! Azt nézd! Ott viszi a bambuszt! Ez katonával vág fát? Hát nem éppen ott vágtad el, koma. Na mindegy, nézzük meg, hogy működnek itt a... Fletcher's Workshop. Na várjátok, hol van? Nézzük át egyesével a dolgokat, mert így, hogy össze-vissza nézeket, ennek sem értelme nincs. Van Woodcamp, igen. Quarry, oké. Okay. Van Iron Mine. És mi lenne az Iron bánya? Ezt az egy dolgot amúgy megnézhettem volna a stream előtt, de nem jutott eszembe, hogy ezt nem fogom felismerni. Ez biztos, hogy nem az. Bár azt nézem, hogy ez a terület, tehát hogy el tudom-e foglalni ezt, egyáltalán tudok-e építeni erre a területet. Tehát az nem az én területem. El tudom valahogy foglalni? Mert ez ilyen szürke zóna jelenleg. Na várjatok. Van egy kis pénzünk, ami jelenleg az adóból jön. Öljétek meg, hárman meg fogják tudni ölni. Szerintem. Jó, tehát itt van a... Van vasbányánk. Sóbánya. Azt mi a reteknek nekem sóbánya? Van puskapor. Ó, hogy majd puskákat is fogunk tudni csinálni. Ja igen, a Buffalo Titter az a izéhez kell a kő elszállításához. Arra nekem most nincs szükség, ezt gyorsan itt megnézzük, hogy lecsapják. Sokan vannak, és egyszerre csak egyet üt. És ezt most elfoglaltam. Uh-huh, ez most az enyém lett. Jó. Stone. Oké, okay, követ fogunk kérni. Most nem tudom, hogy ezt küldi automatikusan, vagy ez hogy fog kinézni. Nekünk nagyon-nagyon kőre van szükség. Amúgy ez az egyetlen bejáratunk, szóval ezt kell majd nekünk védeni. Viszont azt nem tudom, hogy miből fogunk élni. Szóval a piac, itt nincs igazából szükség külön piacra. Embassy, az nem tudom micsoda. Can't
Ez ilyen konzolátus, fogalmam sincs. Leteszünk egyet. Ó, ez ilyen gyógyászati épület lesz, valami ilyesmi. Ez arra jó, hogy az ilyen fertőzéseket el tudja, mint tulajdonképpen az orvos. Itt a market, ez az, ez kell nekem. Ja, megtalálta. Jó, hogy állunk? Vegetable, tök sok vegetable-ünk van, úgyhogy annak örülök, lesz mit enni. A dwindling az micsoda, az a stagnál, vagy az melyik lenne, gyerekek? Segítsetek már, meg olyan nem tudom. Kicsit fentebb emeljük itt a dolgokat. Legyen malackánk is. Akkor lesz hús. Tudnak majd húst tenni. Szuper. És akkor elméletileg jön nekünk a kő. Már jött is amúgy 103 van, tehát elméletileg valamilyen szinten. Azt nem tudom, hogy erre nekem mindig rá kéne kattintanom és requestelnem kell újra. Na ez nem tudom, hogy micsoda, úgyhogy ezt köszönjük, de jaj, de jó. Hogy állnak a többiek? Hát picit jobban, mint mi, ők már egymással csatáznak. És igen, itt látható is amúgy, hogy ez lesz a stone deposit, csak hogy nekünk olyanunk abszolút nincsen. És fából meg nem fogunk falat építeni, úgyhogy megnézzük itt a falak, hogy hogy működnek. Nem tudom, milyen drága amúgy egy fal, tehát lehet, hogy itt az alappénzből is kijönne. Itt a lépcső az egybe van, az tudkó. Oké. Ide nem tudok majd építeni. Hogy forgatom? Így forgatom a kamerát. Oké, rendítsek. Az ilyen nagyon, srácok, az ilyen nagyon basic most, mert... ez annyi, hogy csak széles? Ez csak annyi, hogy szélesebb. Jó. Első körben egy... Jó. Nem baj, jó ez a csatlakozás így igazából. Akkor ez micsoda? Tehát ez egy bastion, ez egy torony. Aha. Ez egy ilyen kicsi torony, és ugye minél magasabb egy torony, ugye annál messzebbre tudnak belőle ellőni. Úgyhogy ilyeneket teszünk még le azért. Hát, tegyünk egyet így a kapukhoz. Oké, hogy van ilyen torony. Ó, hagyjad már, de jól néz ki, csak elfogy a kövünk lassan. Még remélem van annyi kövünk pont, hogy majd meg fogjuk vastagítani a falat, nyilván, mert ez azért így eléggé végnyöska szegény. Veszünk a marketon egy kis követ, gyerekek, mert az nagyon kevés van. Ha tudok, ez tea, nekem nem ez kéne. Nem tudok mást vásárolni a piacon? Hogy veszek követ? Így. Oké, rendítsek. Nem sok pénzünk van, úgyhogy erre oda kell azért figyelni. Jó. Hát most van egy lépcső fent, és ugye itt át tudnak menni a falakon, úgyhogy ez így egész jónak tűnik első körben. Csökken? A Vineling az csökken, jó. Jó, oké, rendben, akkor az csökken. Nem baj, meg közben a hús is jön meg a többi cucc is, úgyhogy az nem probléma. Most azt nézem, hogy itt miket tudok én kiválasztani. Ez mi? Ez mi akar lenni? Aha, szóval itt valamit, tehát minél nagyobb így a reputáció, vagy valami olyasmi féleség akar ez lenni. Hát jó. Csináljuk. A lényeg, hogy most ebből van kövünk, amit itt elfoglaltam. Remélem, hogy ezt senki nem akarja itt hirtelen bántani. Ez sajnálom, hogy nem lehet, nem értem, hogy miért nem lehet akárhova építkezni, ez fura picit. Gabi, köszi szépen, 5 hónap már meg is van, köszi, nagyon szépen, köfi. Jó, fánk az rengeteg van. Igazából megnézhetjük a superior ház. Nézzük meg az összeset amúgy. Ez most úgyis ilyen tesztkör. Úgyhogy a lakható épületeket mutatom most. Tehát ez egy sima hóbel, ez 8-as kapacitása van, és nullás szintű kvalitása. Akkor van ez, amit itt fönt is építettünk, ezt most ebben nem teszek le többet, ebből itt van 2. Ez a Marci írogat, úgyhogy ezt gyorsan dobom. Van ilyen kis hát, ilyen kis egyszerűbb. Vagy ilyet tettünk le, várjatok. Hát, majdnem ugyanolyan a kettő. Mindegy, lerakjuk az összeset. Hát ebből a kis kockaházból nem sok látszik ki. Ne jól néznek ki! Adjad már, hát ez már egy ilyen kész őrtorony amúgy.
Jó, hát ebből rengeteg parasztunk lesz, és hogy látom, most is 24 a maximális elérhető paraszt kapacitás. Jó, nagyon sok fánk van, úgyhogy tekintve, hogy fa az, ami a számunkra a legelérhetőbb nyersanyag egyelőre, remélem itt sok erdőt ki tudunk majd írtani. Ilyet fogunk csinálni, csak az kell egy armor, amit meg szerintem nem tettem le. Jó. Akkor mondjuk ide lerakok egy armorit. Az lesz a baj, picit messze lesz a másik. Azt mondja, Artilátor, Fletcher's Workshop. Ugye ebből készülnek az íjak. Ehhez már szerintem kell itt a többi dologhoz már más is. Siege Camp. Ott készülnek az ostromgépek majd. Jó. Hát igazából abszolút strongholdos maradt, azt kell, hogy mondjam. What needed, Highness? Kösz. Akkor majd később. És... Jó. Tehát itt nincs, hogy ki tudom választani, hogy így vagy így puska. Például a Stronghold Crusaderben így volt. Hanem itt konkrétan egy dolgot tud ez gyártani. Van lovardánk, ugye, amiben... Én ezt értem, de hogy megvan szabva, hogy hány ló van benne? Nincs. Armorer Workshop. Az meg a páncél lesz. Na várjatok, milyen egységeink vannak? Van amúgy alapvetően kaptunk. Van 10 íjunk. A többit azt eladom. Ezek jó pénzek amúgy. Tudom, köszi, egyébként többet kattintottam. Oké. Okay. Jó, csinálunk íjászokat. Tudunk lovas íjászt csinálni. Ja, de ez a másik, ez aranyba kerül. És onnan eltűnnek az emberek. Hát... Nagyon egyszerű megoldás. Ennyien felfértek a toronyba? És a toronyba nem kell nekem tenni amúgy... Gunpowder Trail. Waterpot. Ilyen... Rotorat? Hányan mentetek föl? Négyen fértek el csak? Hát ez nem valami sok. Ezek itt micsodák? Ja, hogy ezek is íjászok, nagyon szuper. Akkor gyertek fel a toronyba, hogyha megtámadnak minket, akkor tudjunk védekezni. Mi újság van itt? Semmi. Kérdés amúgy, hogy például az elfoglalt területre, tehát ha elfoglalható az adott terület, akkor ott tudok építkezni? Ezt sem vágom. Nagyszerű. Jó, hát mi ezt elkezdtük, ezt pontosan nem értem, mire jó, de mindegy. Majd kiderül. Igen, tulajdonképpen, Kevin, ezt nagyon jól látod, ez egy ilyen keleti stílusú Stronghold. Ami abszolút új témáját tekintve. Igazából én arra vagyok kíváncsi, hogy maga a játékmechanika mennyiben változott. Ezzel tudok lebontani, csak így sima. Kiesett belőle az emberem. Jó. Oké, rendőcsek. Egy párat lebontottam az ilyen gagyibb minőségi épületekből, hogy boldogabbak legyenek. Hát nem látom, hogy hirtelen. Na, mik vannak itt amúgy? Ez a térképre vonatkozik. Igen, ez egy jó... Ja, hogy... Aha. Lehet zoomolgatni. Ez. Végnyomogatok én mindent. Hát másodikok vagyunk jelenleg. Persze nem sok mindent csináltunk, tehát eddig próbálgatunk. Van zenkert. Na most úgy van, hogy a munkásokat lehet arra biztatni, hogy kicsit jobban dolgozzanak, vagy lustábbak legyenek, és ezzel pozitív, illetve negatív hatásokat lehet rájuk, hogy is mondjam, erőltetni. És van itt például kínzó eszköz. Ez nem tudom, mi akar lenni. Hát... Ez egy guillotine féleség? Nem. Hát inkább tűnik valamilyen kínzó széknek. Jó Isten, mik vannak itt. Na jó, ezekről inkább ne beszéljünk, mert ha vannak itt fiatalok, akkor ez itt mélyen érinthet embereket. Na, miket lehet a toronyba pakolni? Arra vagyok kíváncsi. Azt mondja, ez megvédi a fa... Tehát vannak ilyen... Védelmi cuccok. 15 kövünk van. Azóta nem érkezett kőszállítmány? Vagy ez hogy van, most többször kell kérnem? Várjál, mert ez így nem lesz jó, hogyha ez itt elfogyasztja. Ne fogyaszd el! Na, fejezd be! Wait a minute. Oké, állj, mert nem jön nekünk kőszállítmány. Tehát vagy ez, vagy az. Upgrade Warlord. Ezt lehet szintezni is. Értem, jó. Most
azt nem tudom pontosan, hogy ilyen pontokat honnan szerzünk. Ezek a pontok szerintem ezekben lesznek, nem? Van itt ilyen embassy, ez mi a túlójra jó? Csináljunk csak egy ilyet. Aha, ez ilyen diplomáciai pontokat generál percenként 48-at. És most jelenleg 11 pontunk van, ezt írja is, most már 19, gondolom, hogy újra rákattintok, most már 27, nagyon szuper. Mindjárt upgrade-eljük itt a warlordunkat. Tulajdonképpen olyan, úgy tűnik nekem, mint ilyen support, amit elfoglalunk, és ilyen diplomáciai pontokért cserébe tudjuk fejleszteni. Ez 48-at ad percenként, a másik jobb. Nem, mind a kettő 48-at, de ez nem ugyanazt építettem, nem? Ez egy konzulátus, ez meg egy embassy, ami nem tudom pontosan mit jelent. De se baj. Út. Miért jó, hogyha építek utat? Gyorsabban közlekednek? Plusz 3 spirit. Azt írja, illetve... Plusz 33% diplomácia pont. Roppant érdekel, építsünk már utat. Régen nem lehetett Strongholdban utat építeni, ez mondjuk tetszik. Vagy lehet, hogy már a valamelyik későbbi verzióban lehetett. Veszünk egy kis követ, mert amúgy nem lesz kövünk. Not enough gold. Hát igen, azt kicsit elköltöttem. Azt hittem, hogy itt történik valami éppensége, de nem. Az az útépítés, ez kicsit ilyen új dolog nekem. Hát... Jó, majd később, hogyha lesz, akkor majd építünk még. Kérjek még bárdost? Hát... Ez micsoda? Ugye na... Az a lényeg amúgy, ha valaki nem tudná, a két épület között, tehát mind a kettőbe egységeket, tehát harci egységeket lehet gyártani. Itt a jobb oldaliban ez a jobbik, hogy gyártunk magunknak... ennek nagyon örülök. Tehát ezek az épületek például csinálnak ugyebár íjat, ezt belerakják az armoriba, amit ide raktam, már van benne ugye 8 íj, és cserébe, hogyha elkészítem az eszközöket, amik a katonáknak kellenek, sokkal olcsóbban, sokkal kevesebb aranyért tudom ugyebár legyártani ezt az egységet. Itt viszont tulajdonképpen zsoldosokat tudok felbérelni, amelyek kegyetlen összegeket. Tehát van itt egy katona, egy generál, 500 aranyba kerül. Persze ez abban a pillanatban ott van, és támadásra kész. Ezek ilyen fúvókások. Nincsenek gyújtogatók? A másikban voltak ilyenek. Van itt egy lovasíjász, Warrior Monk Ninja, ugye ninjákat használtuk, azok kegyetlen jók voltak itt az elején. Igazából ezek a spearmeneket is gyártsuk le, mert 5 izébe kerül, aranyba darabja. Jó, tetszik a szinkronjuk, nem értem, de jó. Ne, maradj ott. És amit még lényeges, barikédet tudunk lerakni, mondom ez támadásnál lehet inkább hasznos, nem? Nem. Enemy missile-öktől véd. What kind of enemy missile? Gondolom lehet a puskapor miatt akkor valamilyen rakétalövőket készíteni majd. Ez ilyen puskaporos táska. Gondolom ez valami robbanó dologhoz kell majd. Van oroszlánketrec, a régen kutyákat lehetett így kiengedni az ellenségre, és hát pontosabban ezek automatikusan kiengedődnek, hogy jön az ellenség. Nyílt turret. Na ez például új nekem abszolút. Ez meg abszolút ilyen lángszórós valaminek tűnik. Nem tudom pontosan. Waterpot. Ja, ez azért kell, hogyha kigyullad valami. Egy ilyet is teszünk le. Ó. Hogy what? Fire Arrow platform. Ez kell nekem ide? Ne szórakozzál, mert csak kicsit meg kéne nagyobbítanunk majd itt a dolgokat. Jó, ez amúgy. Nincs tüzesi? Azt kerestem, szerintem ez lesz, tehát hogyha... ilyen fire arrow-s dolgot használok, ez lesz az. Csak nem tudom, hogy puskaport miből gyártunk. Láttam egy olyat, hogy... valamiből biztos, hogy lesz. Na mindjárt csinunk egy ilyen puskapor workshopot, és akkor meglátjuk. Herkules passzát, köszi szépen! Na, meglett a kis aranyunk.
Nem tudom, hogy ezt mihez kell közel tenni, hogy őszinte legyek. Tehát nem tudom, a puskapor miből készül. Mindegy, ide rakjuk a raktár mellé, és akkor biztos, hogy jók leszünk. Adózást hol tudok állítani? Hol állítom az adó mértékét? Na? Kettőt és könnyebbet? I am under attack. We are under attack. Hogy what? Jó, az is a miénk. Jó, nem a miénk! Elvették tőlünk! Felupgrade-eltem és pont megtámadtak minket, ezt nem mondjátok olyan. Jó lesz ez, visszamegyünk, azt elfoglaljuk. Az a baj, ezek ninják lesznek! Jó, ezeket bevárjuk, bevárjuk! Ezek a zöldek voltak, lefoglalták ott nekünk. Nem lesz itt baj, igazából. Az így jobb, hogy mutatja az összes nyersanyagot. Ja, hogy itt tudok plusz-minuszt állítani, ha értem. Nagyon szuper ez, az gyertek csak, ügyesek vagytok. Én nektek szurkoltam pedig végig. Nem! Nem fogunk tudni bemenni a váron. Vagy de? Megtámadjuk a főkaput. Na nyomás. Na, azt mondja, hogy... És növeltem az adót, csak az lesz a baj, hogy... Ilyen nincs. Oké, növeltem egy kicsit a kaját. Na, de most így nem vagyok pluszban, ugye? Jó lesz. A Spear Tribesman, ez nem kell semmi? Ez is csak köpköd, gyertek, csak köpködni. Nagyon egyszerű, mindenki menjen fel a toronyba, aztán támadjátok meg. Ez úgy kell, hogy mindenki egyszerre megy. Csak ezek rohadt gyengék, az a baj. Kellene, fog az összes. Ez az üssétek le? Már elfoglaltuk. Jó, és akkor most nyomunk egy olyat. Rank 3-as. No master. De én leszek a... Maradjatok fent a toronyban? Jó, oké. A miénk. Na, ez fullos lett. Upgrade castle. Mindjárt azt is megcsináljuk. Tök jó, hogy amúgy nem magamat upgrade-elem, hanem ezt az extra dolgot, de... Köpködőseket felküldjük oda. Nem érzem még a játékot, hogy hogy kéne ezt minél gyorsabban csinálni, de... Ujjjjjjj. Ajajajajaj. Ez nem volt jó ötlet. Nincs kaja? Most ez micsoda? De várjál, ennyire fontos a rizs? Hogy csak rizs tudtok enni? Hát... Azt a mindent, de ordít az a disznó. Tehát, hogy rengeteg kajánk van, miért nem eszik a többit? 1000 húsunk. Jó, hát akkor eladom. Nem csunk ebből próbált, veszünk belőle rizst. Olyan, mintha nem ennék. Ó, baszki, de hülye vagyok, gyerekek. Azt a mindenit. Ez mi? Tea. Gyerekek, ezt észre sem vettem. Itt kell beállítani, hogy egyék. Jó. Akkor így igazából jók is vagyunk. A hatosba vagyunk. Maradunk. Oké. Jó, rájövök itt a dolgokra. És a... Nem.
Hogy mindent el lehet kérni. Mindegy. Küldjétek a sok-sok fát, vagy mi az követ. Majd gondolom, az baj, tehát vizuálisan nem látszik az, hogy elküld nekem egy szekeret cucca. Jó, mondjuk a Crusader-ből sem látszott, de hát azért nyugodtan meg lehetett volna csinálni. 4 követ küldtél? Ez komoly? Oké. Rendítsek! Se baj. Na. A ruhát miből készítenek amúgy? Hogy állunk itt fával? Arról lennék még kíváncsi. Rizsföldet amúgy teszünk le nekik. Malacok majd kieszik a rizst. Mindegy, jó lesz az ott úgy. Arra vagyok kíváncsi, hogy... Hogy ekkora a terület, ha? Hát túl sok nyersanyagunk nincs hosszú távon. Azt kell, hogy mondjam. Annyira nem jó ez a hely. És tekintő, hogy nem tudom, hogy kell a tud. Szerintetek lehet építkezni lentre valahogy? Valahogy ezt el kéne foglalni. Nem lehet elfoglalni? Ne szórakozzunk már. Nagyon úgy néz ki ezek a zenes cuccok. Úgy néz ki, hogy nem, ahogy folyamatosan jön a kő. Nem ingyenes a játék, srácok. Igen, láttam, csak rizst tettek. Rengeteg vegetable-ünk van, úgyhogy kapjanak egy kicsit több. De miért lesz ez ekkora mínusz, hogy... Jó, most van rizs. Hát ez a rizs, hogy ez miért ekkora bukópont? Nem igazán értem, de fogadjuk ezt így el. Látom, imádják a rizst! Ha nincs rizs, az kész katasztrófa. Igazából disznó is tök sok van, úgyhogy egyetek csak. Aztán fizessétek be az adót tisztességesen! Abból lesz pénz hadseregre. Na mindegy. Csinunk egy nagy hadsereget, aztán lerohanjuk az ellenséget. Igazából szerintem a régi taktika, kíváncsi vagyok, hogy működik-e. Azt fogjuk megpróbálni első körben majd. Ha valakit érdekel, hogy az micsoda, lovas íjász lesz. Amennyi csak lehet, annyit fogunk csinálni. Hát ez a várépítő, ez kegyetlen, ezt nem lehet ezzel valamit csinálni. Hogy ezek a kockák ne látszódjanak, én nem azért a 20 ülér, de ez borzasztóan zavaró. Hát azt nem mondom, hogy egy hatalmas várat építettünk, de... Azért ez így nem rossz. Ezek a nagy tornyok jól néznek ki. Jön egy nagy kapu. Nézzük már meg. És például felvonó hidat nem lehet csinálni, meg vizes árkot ásni, vagy az csak az európaiak kiváltsága? Nem igazán értem, de jó. Hát fogadjuk el így. Várjatok, itt lovasi jászunk lenne esetleg, hogyha lenne lovunk? Van, azt mondja, van ilyen dárdás. Ez a blowpipe, ugye ez a köpőcsőszerűség. Van baltás, ugye nyilván az íjász. Ez ilyen dárdás lesz. Imperial Warrior, igen. Az ilyen, tudjátok, ilyen birodalmi. Nem lépegető, hanem harcos. Bannerman! Oké. Crossbow-sat lehet csinálni. Ilyen guardsman? Gondolom ennek is ugye páncél kell meg. Ilyen buzogány, tehát ez tulajdonképpen ilyen nagy buzogányos páncél. Ez meg imperial silvari. Jó, oké, rendítsek. Akkor mennyibe kerülnek a lovasíjászok? $40. Oké, akkor kezdjük el őket egy dollárba. Azt nem tudom, hogy mekkora a maximális populáció, amit létrehozhatok. Ezt hol látom szerintetek? 252 diplomácia ponton van. Kő. Ugye nekem. Igazából ez a diplomácia pont, hogyha...
Ja, hogy ez itt történt lent, jó, az a váltás most. Nem a miénk kell, nem a miénk kell, jó. Szóval ez a diplomáciás dolog, ez arra jó tulajdonképpen, hogy ilyen egyéb kihelyezett egységeket tudjunk elfoglalni, és abból ilyen előörsöket kialakítani talán, ha jól értelmezem. Na, várjátok, szerintem kell helyeznünk még házat amúgy. Teszünk le ilyen szuperioros házakat, hagy örüljenek. Mert most azt nézem, hogy most ez 72 lett. Ez a kihasználtságos sztori. Annyira nem drága amúgy, hogyha felemeljük az adót. Kínai, mongol, japán, meg van még egy, ha jól tudom. Vietnámi talán? Most én amúgy nem tudom pontosan, milyen vagyok. Az a helyzet. Az a harci helyzet. Na most van mindenféle kajánk, aminek kifejezetten örülök. Ilyen teát nem kapnak, de így, hogy négyes szinten van az adózás, egész gyorsan jön a lóvé. Úgyhogy ebből már lehet hadsereget építeni. Igazából nekem az nem tetszik ebben egyedül, most őszinte leszek, ahogy az újabb strongholdokban leginkább, hogy nagyon minimalizálja azt, hogy tök mindegy, milyen erős vagy, kb. Ugyanakkora lesz a várad, mert például, hogyha sok kajád van, elég akkor is egy magtár, egy kicsi raktár, ugyanannak a rengeteg cuccnak, amit éppenséggel tárolsz, és így, nem tudom, így összezsugorodott ugye a strongholdok során a vár mérete, tehát egy nagy erős birodalom az legyen terjedelmes, kelljen több helyet felhasználod, ne az, hogy most nem tudom, lerakok három felupgrade-elt házat, aztán boldogok vagyunk. Eddig most szerencsém már nem minket támadtak, de... Na ja. Mi is túl sok pénzünk. Hát várunk. Ramrim, köszönöm szépen a támogatást. Köszi. Van-e már puskaporunk? Lassan készül a puskapor, bár őszintén leszek, tényleg nem tudom, hogy miből. Megkérdezzük a bácsit, hogy... Stockpile space. Ez kell, azt mondta? Oh, waiting for salt, Peter. Várjatok. Ezt valahol láttam pedig, itt van. Vagyunk a Silkworm Farm. Azt mondja, a Silk Workshop van. Itt van, ez kell nekünk. És ezt hova tudom lerakni? Hol tudunk sót bányászni? Na, ez a következő jó kérdés. Hol tudom lerakni a sóbányát? Ajaj, hogyha ez tényleg só akar lenni. De ezt kénytelen vagyok megvenni, és akkor ő tud ebből csinálni nekem. Na és várjatok, az előbb ki akartuk próbálni ezt a tornyot, amiből tüzes nyilat lehet lőni. Hogy gyertek, ti szálljatok le onnan? Jól lejöttek abból a toronyból. Ha jól láttam, ugye ezt így berakjuk ide simán vissza. És itt van olyan, hogy Fire Arrow Platform. Van ilyen katapult, ezt régen se szerettem, régen is jobban szerettem a ballisztát amúgy. Nem tudom már, hogy miért. Nézzük meg ezt a Fire Arrow platformot. Ja, de hogy ez... Aha, ráadásul ez úgy működik... Jó, hogy ebben nem tudnak felmenni a sima egységek. Á, szóval ez egy ilyen kiegészítő torony. Értem. Hát azt hittem, hogy ez egy fokkal máshogy fog működni. Ez meg egy sima... Rá is tudok kattintani. A gondolom ez meg majd lő magától. Hát oké. Furika. Nem lehet egymáshoz közel építeni ilyen védelmi cuccokat? Hát ez is elég fura. Mindent lefurázok eddig.
Most ez... Jaj, tudom, hogy a... Basszus, tudom, hogy ez miért. Ez fel lehet majd robbantani. Ajaj. Jó, legalább a saját cuccunk nem robban fel. Ne körülök. Na gyertek onnan le. Járulékos veszteség volt az úr. Mennyiért lehet eladni? 40-ért lehet eladni az íjat. Az egész jó pénz. Oké, megnézzük azt a nagy turetet. Vagy turetet? Tornyot. Large Tower. Hoztam mindenit. Így mi szépen, és körbe rakjuk fallal. Legyen egy plusz védelme. Aha, és akkor így látni fogom, hogy ők benne vannak most? Aha. Na ez már azért kicsit komolyabb. Persze nem olyan, vagy ugyanolyan magas lenne, mint a másik? Nem, szerintem az a vékony az magasabb egy picit. Nem tudom, amúgy lehetne benne picit több opció, nem? Vagy ezt csak én látom így? Úgy nem rossz, csak hogy... Na, furi. Ez úgy, igen, tegnap jelent meg ez a játék. Tegnap jelent meg, srácok. És most abszolút ilyen így próbálgatom, hogy milyen. Nem rossz amúgy. Csak... Ja. Így ennyi. Te kíváncsi leszek, hogy ez a broken taktik még működni fog-e. Csináljunk közben egy... Zicskempet is. Nézzük meg, hogy az hogy működik. Ó, amúgy ez jól nézett ki. Ez tetszett, ez az animáció. Na, azt mondja, lehet létrásat venni. Van Zich Tower. Azt mondja, mantlet. Ez nem tudom pontosan micsoda. Ja, ez ilyen, tudjátok, vannak ilyen tolható barikádok, hogy az ilyenszok ne tudjanak annyira meglenni. Fire Ox. Ez tulajdonképpen egy robbanó, mert nem mindegy. Van katapult. Ez az, amire gondol... van rakétáskocsi! Azt nézzétek, az nagyon menő! Mondjuk azt tetszik, hogy ebben már van puskapor, ezáltal... A lőfegyverek, kezdeti lőfegyvereket picit talán hiányolom. Azok nincsenek, de mondjuk például ilyen rakéták már vannak. Kíváncsiak, ez hogy fog kinézni. Ja, nem ezt akarom, hanem ezt. És egy katapultot is vegyünk. Egész kulturáltan néz ki ez a katapult, azt hogy mondja. Get this thing moving. Hát az, hogy ebből gyűn a pénz, eladom a fett. Nem lehet valahogy nagyobb mennyiségben eladni? De olyan, mint a shift-tel picit gyorsabban adnám. Jó, hozzatok nekem egy kis vasat, az úgyis az jó pénz. A vas az mindig good money. Okay. Lesz mindjárt, ne aggódj. Te megadóztatjuk a népet! Na most az van amúgy, hogy... Itt látható, hogy milyen gyorsan készülnek az egységek. Jó, az van, hogy troops. 141 per 150. Az lenne a maximális, hogy ezt tudom növelni, ezt a troops mennyiséget? Megnézzük mindjárt egy épület lerakásával, hogy ez változtatható-e. Nem, ez ugyanúgy 105. Tehát 150 az egység limit. Jó, hát itt amúgy valaki már mindjárt meg fog halni, úgyhogy lassan nekünk is be kell szállnunk majd a buliba. Nem lehet egymásnak kiabálni, ezt amúgy végtelenül sajnálom. Menet közben tudtok kijászni, ugye? Jó. Oké. Na mi van? Gyertek ide! Látom, nagy páncélotok van! Hűha! Azt elég nagy páncél, az a baj. Azt látjátok, hogy alig bírjuk megsebezni? Mi az a kör? Ezt nem igazán értem. Én csak tovább. Tehát ezt mindjárt leszedjük. Ezt daráljátok le? Hát ide se érnek.
ez így elég broke lett. Okay. Most az a baj, hogy amit ugye nem fogunk tudni fölmenni. Pár egység nagyon gyorsan szaladjon át. Inaccessible, oké, rendben, csak az a nincs baj. Közöket lövik gőzerővel, most ameddig ők támadnak, addig megtámadjuk őket. Hűha. Hűha. Hát! Nem olyan erősek, mint régen, de nem rossz amúgy. Régen ezekkel azért háborút lehetett nyerni. Jó. Ezt be is foglalta. Oké, azt kapjuk el? Olyan lassúak a lovasok amúgy egy picit. Valahogy indokolatnak érzem a hangodból a vegyes érzékelés streamen. Indokolatlannak? Hát amúgy én sem vagyok amúgy elájulva. Mindjárt beszélgetünk róla egy kicsit, csak ezt a kört ezt lenyomjuk. Nem tudom, nekem amúgy most az eddigiek látottak alapján egy Stronghold Crusader HD még mindig nagyobb élményt tud adni, mint ez. Hát azért is ezekkel jön. Gyertek csak ide. Na ez baj! Ez nagyon erős. Meddig tud ez ellőni? Tüzelj már oda egyet! Az baj, a hátsó sor nem tüzel. Igazából ezt letoltuk. Egyelőre... Tartsuk ezt így szépen. Ezzel a hárommal nem tudok mit csinálni. Ez nem tudom micsoda, de ezek kegyetlen erősek. Jó, hát ez inkább vicces volt, mint... Ej! Hát komáim! Basszus, ezek felállnak. Na, ez baj. Jó, ez nagyon vicces. Kéne pár olyan egység, ami kicsit combosabban viseli ezeket a furcsa dolgokat. Most az van, hogy neked ezeket kéne lőni, vágod? Ne, azokat lőd meg. Ezeket hogy fogjuk megölni? Na várjál, behúzzuk őket, beagróztatom, ezt megpróbálom eltalálni manuálisan. Ne. Na, az így meglett. Menni fog az. Jó, így mondjuk oda, betöltjük. Így szolidan, akkor mehet újra. Tőlem játszhatunk ilyet. Adom. Jó, ez kicsit mellé ment. Jaj. Ajaj.
De mozogjál már, hát könyörgöm, adok egy utasítást, ott áll egy helyben, elkezd lövöldözni, hát nem hiszem. Azt a rohadt mindenit, tehát ez... Na, szedjétek le először azt. Először azt az íjásztot. Az üvöltözés az megy. Három katonával nem bírok el. Kaja, vigyázz. Ja, látom. Visszavesszük az ételgényt. Az étel. Érünk, gyerünk, azt szedjétek le. Ezt is. Amúgy ez Genghis Khan, akivel harcolok éppen. Meg is próbálok. Az a helyzet, hogy ez fel is emészti az összes aranyunkat. Nem tudom, hogy neki sincs kőlerakatja amúgy. Azzal a három egységgel kéne valamit kezdeni. Egyszer nem tudom, mit csinálják. Kéne valami erősebb egység. Körbeálljuk. Körbeálljuk spírekkel. Jó, ne, úristen! De gyertek már el onnan, könyörgök. Kiadok egy parancsot és nézd meg, megáll. Oké, így. Hát én nem tudom, az miből van. Ezek ilyen ólom katonák, nem akarnak megdöbleni. Ezek körbeállják a dárdásokat. Oké, hogy megvan. Akkor is leszedünk, vágod? Te nem lesz ilyen. Omassuk ezt, nem tudom, hogy mit kéne. Jönni fog itt egy kisebb sereg, úgyhogy ide beállunk most szépen. Most az van, hogy most vagy elkezdünk defenzíven játszani, vagy pedig... Not enough goods, jó. Van még egy csomó fánk. Rá kéne állni arra, hogy elkezdünk íjat gyártani. Azt szeretettem egy picit. Jó, ezeket agróztatni fogjuk végig. Ez baj. Hogy beagróznak amúgy, amikor támadnak? Oké, szedjétek le őket. Ez a támadás, ez picit indokolatlannak éreztem, de... úgy megindultak. Oké. El tudnánk ezt hódítani tőlük. Az hatalmas segítség lenne amúgy. Ezt ki kéne próbálni, ezt a Fire Lancers-t. Gyerünk, toljátok ott a föntet. Meg lesz az egy kicsi erőforrás igény van a dolognak, de jó lenne, hogyha sok izé... Jó, tudom, vágom. Menjetek föl nagyon gyorsan, segítsetek befejezni. Oké, üssétek le. Jó, el is foglaltuk. Ez a miénk mostantól. Megszereztük. Oké, nagyon szuper. As you wish.
Your goods have been sent. Oké. Most itt miért nem tudom megjavítani a tornyot, mi? Nem baj, maradunk itt. Jó, szuper. Szerintem most menni fog. És... A foreign lord has invited us to talk. Oké, ez vicces volt. Üvölt, mint a fába szúrt féreg. Gondolod, hogy több baraktól több egységem lát? Hát nem hiszem amúgy, ez nem így működik általában, ez nem Age of, de megnézzük. Nem is tudok több barakot tenni amúgy, egy barakot tudok tenni. Majd most nincs rá kövem se, de... Ja igen, kövem nincs, ugye megnézzük. Farewell, master. Mert? What happened? De várjál, ezt valahogy... Ezt hogy csinálta? Hogy több izét gyakorolt fölötte ilyen izé. Oh. Ezek mit fognak itt csinálni? Lecsákányozzák, erre számítottam pont. Okay. Most meg kell próbálnunk még egyszer. Ezek nagyon agresszív kis katonák. Szóval, hogyha hatalmat gyakorol felette, akkor az adott terület fölött, akkor ő azt bármikor be tudja húzni. Hát jó, tehát ez tök jó, hogy elfoglaltam, mert így... Van 140-nek meg 155, vagy 115. Nem baj, ezt itt kinyomom. Itt megjöhet. Ugye én is tudok ilyet nyomni? Aha! Értem. Hát jó. Akkor ez most megint megvan. Most megint visszaszereztük. Most visszaszorítottuk az ő pontjait. És akkor most nyomassuk rá a pontokat. Közben kérünk tőle egy kis vasat. Remélem, hogy a vas a legjobban megérő sztori. Már van 50 vasunk. A vasat 20-ért lehet eladni. A követ 25-ért! Hát ez milyen játék? Mióta romlott el a Stronghold? Akkor követ küldjetek! Mindegy. Igen, itt már készül az ostromra a kollega. Úgyhogy most beállunk egy védekező formációba. Továbbra is maradunk az íjászoknál. Hát, Gáj fel oda, vagy a franc se tudja. Majd szórakozunk velük egy kicsikét. Azt nem tudom, hogy ez fullos, ugye? Nem tudom ripérelni a castle-t. Hát az nem baj. Annyi baj legyen egyelőre. Kérdés, hogy mit fog megtámadni? Támadásba fog lendülni? Hát utána lehet, hogy amúgy egy ninja hadsereget kéne átküldeni, és akkor azzal beosonni hozzá, és szépen ellátni ugye ott fönt a baját ugye a főkapitány úrnak, Mr. Genghis Khan-nak, főkapitány. Hát jó, most itt kérdés, hogy fog kijönni ez a csata. Annyira nincs nagy hadseregünk, tehát nem hanyatt esős ez a sztori. Majd meglátjuk. Egy kiküldjük az egységeinket, mert... Igen, az lesz a baj, hogy ott van kettő katona, a többi az íjász. Viszont... Ezeket kéne majd megtámadni, itt a gépeket. A gépeket kell. Nem. Ez kell. Oké, menjünk vissza. Szedjük szét a gépeket ott hátul, nagyon gyorsan. Túlerő van, úgyhogy vissza a várhoz, húzzuk be őket, gyerünk. Hát ezek azt sem tudják, hogy hol vannak igazából, úgyhogy menjünk csak be szépen melléjük.
Nagyon szuper, hátulról szedjük szét az ellenséget. Toljad a kocsit, koma! Az őrtorony körül tudok képíteni, igen, igen, tudom. Azok megint olyan kegyetlen erős egységek. Nézze, ezek némelyik tüzeset lő, nem? Nem tudom pontosan megmondani. Örültem volna, hogyha el tudtok menni anélkül, hogy megálltok. Érted? Hozzád nyúl a kardjával, azt együttéssel összeesen, ne szórakozzál velem. Ujj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 
Jászatok. Ott a, konkrétan a torony leszedi azokat, úgyhogy azzal nem lesz probléma. A védelm... Jaj, volt egy kis lag. A védelmünk meg kitart. Azt nem tudom, hogy papot, priszet hol tudok csinálni, mert kéne nekem pap, hogy healelni tudjak. Vagy valami. Szerintetek mibe lehet healelni? Vannak ilyen... lehet templomot csinálni. Ez még tetszik. Van ilyen pici Buddha szobor. Ez tök jó. Oké, tehát igazából most jön itt egy nagy... ez egy íjász sereg, az a baj. Úgy, akkor menj be oda. Maradjunk itt a kőnél. Okay. Ide bent meg. Igazából eléggé nagy részben fogjuk ezt a dolgot, úgyhogy ezzel most leállhatunk egy kicsit. Hát a várnak ki kell tartania egyelőre. Na ez itt... Na védekezz! Jó, ez jól néz ki, csak nem tudom mennyire hatékony. Oké, rendítsen. Gyere be. Becsukják automatikusan a kapukat, ugye? Hát nem éppen. Vagy nem tud rajta átjönni? Megoldásnak, megoldás végül is. Ja, hogy meg az előzőt támadta. Ennek ráadásul van egy range, amin kívülre tud támadni csak. Hát jó. Szükség van újabb védelemre, mert itt közben leszették. Leszették az egész torony embert. Úgyhogy felküldök egy adagot. Ezek meg itt most megálltak, mert leszettük az utánpótlásukat. Hát jó. Oh, it's you, Highness. I was daydreaming. Na most az van, hogy... Jaj, nem ezt akartam. Szóval az van ebben a játékban, hogy itt nem úgy van a kolostor, mint egy Age of-ban. Mert ez csak spiritet ad amúgy. Ugye látjátok, ilyen spirit területei vannak. Magát, a hílelést, azt nem tudom, hogy mi végzi. Most jó lesz, hogyha megint két évig fogunk ezekkel itt harcolni. Megint jön egy kisebb sereg, jó, de azoktól különösebben nem kell félni. Jó, hogy falaink erősek, embereink lelkesek, úgyhogy kitartunk egy darabig. Igazából egy sor falat építettem, még el se kezdtem trollkodni, bár az a baj, hogy itt nem lehet. Amíg a Stronghold Crusaderbe kiássuk egy hatalmas várárkot, meg mit tudom én, itt nem tehetem meg ugyanezt. Meg azt nézem, hogyha tulajdonképpen, hogyha nem hoznak semmilyen ballisztát, akkor ez... Ez tök hatékony tud lenni. Milyen közel lehet ezeket egymáshoz tenni? Ha valami bazári tűzi játék amúgy. Nem?
Nekem tökre azt a feelinget hozzá. Na, veszünk 20 archer. Na, várjak, kibonta, hogy kimenjetek? Ez most komoly? Itt fog jönni a izé? Ja, a következő egysége már készül. Na te figyelj már, te hogy állsz amúgy? Van 2098 fánk. Egy pillanat. Hát ezt eladom. Not enough goods. Jó, ezek is íjászok lesznek. Ujj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 
Nem tudnátok eljönni, hogyha azt mondom, hogy gyere be, akkor gyere be. Hogy kilátnak? Hagyjad már, kilátnak! Ki tudnak lőni a kapun? Érted? Kilőni ki tudunk a nyitott ajtón, de ők nem tudnak bejönni. Ez mi? Nincs hílelés? Hát lehetséges amúgy, hogy nincs. Közben az jó helyre elő. Hát ez így nagyon vicces. Na mindegy. Kezdjünk el csinálni egy ninja hadsereget. Itt a ninja. Na. Hogy állunk kajával? Az is érdekelne. Dwindling? Akkor az nem lehet a fogyó, hát van 2000. Többiből nincs olyan sok. Igazából ez nem fogyaszt semmit, tehát hogy így... Nincs tétje annak, hogy most én teszek még le rizs farmot, nem? Annyi, hogy sokkal több disznó fog itt majd rohangálni. Menjetek dolgozni! Tudunk nekik tök sok kaját adni. Tehát tulajdonképpen itt annyiban broken a cucc, eddig legalábbis úgy tűnik, hogy lerakok rohadt sok ételt, és utána azt odadom nekik kajának, azt megadóztatom őket a francba. Hát ennyi. Mindjárt felfordulok ezektől a hadműveletektől amúgy. Eladhatnánk a rizs, de inkább adok nekik. Mennyit? Ötszörös fejadagot lehet adni rizsből. Dwindling. Hús nem kapnak most. Igen, látom a kajámat, csak annyira pici. Nem tudom, ezt nem lehet nagyobbra venni. Tök pici a hád. Na mindegy, ez lehet csak az én problémám. Apa, ezt nem akartam. Kondudá? Amúgy ez a torony, ez tök jó, ez ilyen infinit. De ez a katona, ahhoz képest a retek lassú, nagyon jól bírja a nyilzáport. Kritikán felüli, hogy. The spirit is ready. Uj, na ez már gond lesz. Na most kell egy kicsit összeszednünk magunkat egy pillanatra.
Not enough gold to train this unit. My orders? On my way. Hagyjad már azok fel! Azok felugrottak oda föntre? Azt láttátok? There is trouble. Hagyjad már, lehet nekik formációt megadni. Ez mondjuk tetszik, ez a formációs dolog, ez jó. Na. Gyerünk, gyerünk, termelődjön az a pénz. Igazából nem tudom, az olyan, mintha nem akarnak kifogyni a fa. Tehát nem tudom, hogy ez mennyi fa lerakatnak számít, de rengeteg. Elfogytak az íjászok. Látom, látom, látom. Próbálom őket pótolni, de jó, gyorsan leszedik az íjászok őket azért. Nyilvánvalóan. Ameddig ezek itt vánszorognak, mögé tudom küldeni a ninjáimat, és beküldöm, hogy megtámadják a fővárost. Itt van egy pár ilyen. Lovas egység. Ide kéne behozni a ninjáimat, és akkor itt fölninjázni a falra, és egyből be is oda. Csak oda föntre kell feljutni, csak azt kell megölni, nem kell semmi mást. Hát itt ez a poén. Nem baj. Szerintem a kozakszáron még mindig jön. Jobb. Az a baj, hogy szerintem ez a stronghold most megint csak azért lesz nagyon vegyes értékelésű, mert benne vannak azok a rossz elemek, amik ott voltak a 3-ban, a 2-ben, és a többiben, amit ők fejlesztésnek éreznek, de igazából nem tudom, olyan furi. Tehát most nem kell építenem tulajdonképpen semmit, mert minek? Most építsek csak utakat? Hát annyira nem strongholdos szerintem. Na, amúgy vehetnék izé cuccot. Your goods have been sent. Veszünk egy keveset ide. Túl sincs hatalma a kollégának. Oké. Okay. Azt nem tudom, hogyha a túloldalra teszek ilyen turret féleségeket, az jó. Ezt tud előre fele tüzelni? Csak nem, aha, a túloldalra nem engedi oda tenni. Mert igazából innen is rá tud fordulni, nem? Teszünk ide ilyen ballisztát. Ujjaj. A izéket kell kinyírni, az ostromgépeket. Hát ez kész. Hát ez... Szerintetek 21-ben ér ilyen butait kiadni? A lovasi játszokat szedjétek már le. Na, úgyis mindjárt meghalna. Ez normál fokozat amúgy. Még nem is easy. Easyben mit csinál? Vegetál az AI? Na hát az nagy rohamozás volt. Lehet, hogy eltávolodnék a faltól, ne haragudjon? Na, csináljuk meg a ninjáinkat, azt fejezzük be azt a kört, mert ez... Furi. I am yours to command. Understood. Azt majd nem tudom, mennyi nincs, erre lesz szüksége. Van még rizsünk egyelőre. Our rice stocks are dwindling, excellency. Jó van. Egy kis befektetéssel. Négyszáz egy templom! Befektetéssel ide teszek le egy templomot. Hogyha adna plusz pontot, azt tudnám díjazni. Ilyen buddha pontot.
Ez miféle játék? A Stronghold egy nagyon régi múltra visszatekintő stratégiai játék, és hát már jó pár éve nem érkezett új Stronghold. Hát konkrétan az utóbbi időben csak remasterek voltak, vagy hát ilyen HD verziók a régiekből, de a Stronghold igazán még az első, tehát a Stronghold 1 volt, ami még úgy, ami úgy jó volt, illetve volt a Stronghold Crusader, amit a legtöbben ismertek, ugye a chaten is, illetve az volt tulajdonképpen a legismertebb Stronghold. Ezeket az egységeket el kéne kicsit küldeni, mert nem sokat érnek. Az X-menjeim itt maradhatnak, a többit azt meg fogom most aletni, mert csak a helyet foglalják. Szóval azok az ismertebb Strongholdok, és ez kicsoda. Itt egy kék kis pahaszt. Azt gyors megyünk, azt elkapjuk. És most ez a... Hát ugye a Strongholdban van 2-3, illetve a Crusaderből is volt 2, de azok nem lettek nagy sikerek, és hát szerintem, hogy ez se lesz, de ez megint egy más kérdés. Az a lényeg, hogy ez ennek a franchise-nak egy újabb játéka. A Crusader az még mindig ezerszer feelingesebb a magyar szinkronnal és minden, úgyhogy azt majd fogjuk nyomni. Gyere, gyilkoljatok, tegyünk tönkre épületeket, le fognak minket bombázni, de nem baj, tegyük tönkre az épületeit. Hello, Your Highness. Your Highness. És még mindig nem kapok belőle pontot, na várjatok. Teszünk le egy... ilyet így ide. Ez már számít valamennyit? Ó, kaptunk plusz 3-at. Nagyon szuper. Akkor egyel nagyobb adót tudunk kivetni, így 52-t adóznak nekünk. Persze természetesen ezért cserébe mi tettünk is, úgyhogy... Hogy aha, úgy mutatja, hogy ugye mekkora a lefedettség. Aha, értem. Tehát itt ugye a lefedettségre kell menni, jó? Érkezik közben egy kék sereg. Viszonylag gyorsan. Lovasság lesz. Jó, nem baj. Megyünk haza, hogy ránk jöjjenek. Ez az igazi ropi? Ez az. Nincs kajád. De hát akad. Mondjuk amúgy tényleg vissza kell venni egy picit a rizsből most már. Megint egy picit akkor spórolunk. Várjál, így. Jó, igazából kapunk azért pluszpontot, ha komfortos épületeket építünk. Ez több pozitívum. Úgyhogy lehet, hogy rá kéne, mondjuk nem tudom, hogy tudunk-e 10-nél többet kapni érte. Itt az jó kérdés, hogyha én ezt lerombolom, és tudok a helyére tenni például mondjuk ide, ahol mi már kapásból kapja a bónuszt, komfortosabb házakat, mert az is előny amúgy. Jó, a támadó egységeinket visszavonjuk. A katapultot... Ez hülye? Jó, hát akkor ez nem működik így. Sajnálattal látom. Kaptam valami achievementet. Ja nem, még csak a progress látom. Úgy állj be a falak elé, jó lesz az úgy. Majd levadászlak. Lassan el fog fogyni a fa, de még dolgoznak, ahogy látom. Ó. Sok, ez még sok egyelőre. Jó, dwindling, mindig dwindlinget mondasz. Mihez képest? Oké, a buthás lefedettségünk az már egész jó, mondjuk ez pont nem fed le semmit. A nagy templomhoz mindenféleképpen kéne izé, és akkor így most már elég nagy a lefedettségünk. Már mindjárt. A kaja beindul, amúgy tök sok aranyunk van, úgyhogy nincs gáz. Most nem írja amúgy az egységlimitet, csak én nem látom. Nem írja az egységlimitet. Your goods have been sent.
Na, hát ezt elfogadtunk. Na, hát ebből gyorsan kialtak. Ja, hogy ezt ők lőtték le? Azt is, ajjaj. Akkor még mindig ezek a kis tornyok a legjobbak amúgy. Nem tudom, ez a rakétatorony, ez... Na mindegy, jó pofa, de... Én ezt az íjász tornyot sokkal effektívebbnek érzem. Nincs annyi pénzünk. Eladjuk az íjakat. Tudom, haver. Ez 121 lovas íjász. Ez neked nem tűnik az át, Attila, amúgy, nem tudom. Kicsit, hát most jó, strongholdoztam régen, de kb. Nulla tudásra most beültem játszani, és így a normált azt így... Hát jön, ki lehet bételni, már itt látszik, hogy az AI nem túl okos, hanem abszolút standard scriptekre van írva. Ez ennek nem örülök amúgy. Mert hogyha egy 20 éves játéknál ilyen fennáll, hát hú, nagy kaland, de hogy itt azért nem áll. Not enough gold to place this building. Nem tudom, majd ez lövi. Ezek jók lesznek itt egyelőre. A számszeríjas erősebb, viszont lassabban tölt. Illetve tudom, a számszeríjas az... annak van páncél, az nehezebben hal. Viszont a páncél az meg vasba kerül, ami nekünk most nincsen. Tekintve, hogy se kő, se vas depozitunk nincs, így nem tudok olyat gyártani, vagy farmolni. Úgyhogy ez így macerás egy icipicit. Most nincsenek ijászaink a toronyban, de úgyis csak meghalnak, úgyhogy... Most a lovasokra gyúrok nagyon. Not enough gold to train this unit. Azt kéne... hogy hozzon ki egy nagyobb sereget, aminek én leszedem a hátulját, és akkor utána bemegyünk a ninjáinkkal. Van 14 darab ninjánk. A ninja az kicsit ilyen láthatatlanul fel tud mászni a falakra, és be tud jutni az ellenség falai közé. Nagyon undorító amúgy. Azt kell, hogy mondjam. Jó kis egység. Menjünk szemtelenkedni. Amúgy megindult az ellenség is. Vagy mozgolódik legalább. Igazából a falainkat nem tudják átütni ezekkel. Most hagyom, hogy egy adag egységet elvigyen. De azokhoz nem is szeretnék hozzányúlni. Ezt nem tudom megjavítani. Meg egy kicsit az adok kapok. Azt nem tudom, hogy itt ebben a részben kik azok, akik ugye úgymond fel tudják fedezni a ninjákat. Szedjétek le! Oké, nagyon szép, nagyon szép. Hol vannak a ninjaim? Itt vannak. Júj, az baj! Oké. Becsuktad a falaidat, mi? Hát belövünk! Na gyertek, ninják.
I go. I travel unnoticed. A great vantage point. Hogy tudnak ezek? Their life is over. Oké, oké, gyerünk, menjetek! Ez elég kellemetlen, nem? Tegyünk agyatok neki. Ezt. Tudják lőni? Pont meghaltak a ninjáink! Még van egy kicsike élete. Hát sebezzük, nem? Figyeljétek. Tonight I saw Mr. Eagles. Jó. Oké. Lehet benne multizni, ez mondjuk tök jó. Jó. Mit lehet itt még csinálni, ahogy? Nem ezt akartam. Hogy tudok amúgy például másik nemzettel lenni? Egy dolgot hagyd nézzek meg, hogy néz ki az a depozit, ami nekem most egyáltalán nem volt. Hát ez nem volt... Ez nem volt nagy extra, tehát azért... Nem tudom. Van egy olyan, aki régen stronghold-ozott... Nem tudom, azt kell lerakni. Nem tudom, van egy olyan, aki régen stronghold-ozott, de hát hogy ebben nem nagy kihívás van, az biztos. Jól néz ki meg, szép, de... Ennek nem ez lenne a lényege feltétlenül. Ez a stock, vagy az a kőlerakat, ez a vas, ugye ilyen vas erek vannak. Amire lehet építkezni. Ez mi lenne? Na várja, ez lenne a... Ez a... Saltpeter, vagy mi a tököm. Jó. Jó van. Jó. Oké, hát most nem tudok. Shafter, köszönöm szépen a super chatet, köszi, örülök, hogy egy éve már itt vagy. Nem tudom, srácok, mi a véleményetek erről? Most nyugodtan beszélgessünk már, egy kicsit kíváncsi vagyok. Hogy aki látott régen már Strongholdot, nektek hogy tetszik? Köszi, Shafter. A régi Strongholdban nagyon nehéz pályák voltak. Nézzünk bele a sztoriba. Milyen kampány van? Easy, normál és difficult. Mármint, mi? Easy, normál és hard. Bocsánat. Vele nézhetünk ebbe. A Crusader óta csak a grafikára mennek. Az AI sokkal jobb volt a Stronghold 1-ben és a Crusaderben. Azt nem mondanám, hogy sokkal jobb volt, de az érdekes volna, mindig tudott veled valamit úgy kezdeni, hogy kimozdítson a várból. Itt ezt abszolút nem érzem, tehát ez úgy dodzsolható, mint az atom. Tehát az AI az valami kegyetlen egyszerűnek tűnik. Tehát egy játékot játszottunk, és ebben is látszódott, hogy igazából semmi extra nem változott nagyon. Nem tetszik ez, hogy minden egy épületre van centralizálva. Nem tudom, kicsit olyan meh. Ó. 6 küldetés lenne összvisz, vagy... Kicsit kevés AI van benne. Jó, mondjuk azt tetszik, hogy... Through generations of rule over the Van Lang Kingdom, nekiabálj velem! The Hun Kings have overseen many improvements in technology and industry, with reliable irrigation methods securing rice as a staple crop to support a thriving population. But their dynasty is also marked by ongoing campaigns of war, which have suppressed the villages and towns of this land. Eager to continue expansion, the Hun King turns his gaze to the tribes in the north, and his armies march to the frontiers.
Ezek az átvezetők mondjuk tetszenek. North of Van Lang, many tribes flourish on the fertile lands at the base of the mountains. But the Thuk tribe is in a precarious position. Their leader has died, and now his son, Thuk Phan, must take on the role of king at a young age. Van egy olyan érzésem, hogy összes három küldetés van benne. Crusaderben mondjuk 40 volt, kb. Vagy 50. But the neighboring tribes believe they have spotted a moment. Hát ahhoz képest, hogy nem tudom hány évük volt, hogy összerakják. Tetszenek ezek, mondjuk ez az átvezető jó pofa, meg nyilván a grafikára nem lehet panasz, de az előző részek sem a grafika miatt voltak rosszak amúgy szerintem. És amúgy nem tudom, hogy mit nem lehet azon érteni. Steamen is látszik az értékelésekből, hogy egymás után jöttek a részek. Ez nagyon vegyes lesz amúgy. Na mindegy, hát próbálkozunk meg egy picit. Nem működik a space. Nem nézhetem meg a térképet? Most kiléptem? Ja nem, jó. Azt We have fended them off, but more are coming. I suggest reinforcing our numbers before they arrive, Highness. Építkezhetek? Csak woodcampet szabad leraknunk, azt mondja itt a játék. Val ez az első küldetés, ez nyilván valószínűleg kicsit ilyen tutoriálosabb jellegű lesz. Még ha külön tutoriál is van a játékban. Nem lehet házat letenni? Hát akkor mit csinálják gyerekek? Vét, akkor nem kell ennyi. Ez ilyen nagyon basic cuccokkal rendelkezik csak. Barak az mellem van. Barricade. A barricade-del igazából az ellenséget tudjuk itt... vezetgetni, hogy merre támadjon nagyjából. Jó, hát itt sok minden nem fogunk tudni csinálni. Úgyhogy veszünk köpőcsövest, meg ilyen simát, aztán majd megyünk támadni, hogyha lesz pénzünk. Erre lesz az első olyan, amit majd meg kell támadni. A message from Thuk Phan. Thuk Phan. Well defended, my friend. Your command fills me with pride. Kicsit úgy érzem, hogy ilyen őserdőért vívott harcot vívunk. With these farms all in place, bountiful harvest will be delivered to the granary, and we have the option to increase rice rations. This will deplete rice stocks faster, but also improve your popularity, Excellence. Remember, Highness, that we must keep popularity high. Azt a mindenit, azt jól levágta ott. Hogy bólogat! Na jó. Aha, rohadt erős. Na, ne menjetek, hova mentek? Hát elmennek. Kapjátok szét! Tehát hívtam a másik oldalon is őket, mi? Haj, de szuper. Tudom, mindjárt visszajönnek. Na, az meg is van. Ketten maradjanak mondjuk itt. Most az idő még elfoglalom? Aha, itt kell állni mellette. Az ki és hova megy? Elszaladt egy gyerek! Na mindegy. Most ez a miénk? Nem tudok Warlords mapot nyitni, na mindegy. Haladjunk. Foglaljuk el a többit is. Nagyon nem stronghold. Jack Carlot, Haliho. Hát, tök lelkesen vártam ezt az új strongholdot, hogy végre lesz egy új stronghold, ami remélhetőleg jó lesz. És a témája tök jó, tehát ez a keleti téma tök jó. Nagyon kevés kontent, konkrétan 4 típusú
hadvezér van, ugye 4 minimálisan különböző egységekkel, vagy gondolom, vagy épülettípusokkal, van egy vietnámi, egy mongol, egy japán, meg egy kínai, és ezen kívül ugyanolyan, mint egy Stronghold 2-3. Aztán persze lehet mondani, hogy én vagyok itt az elégedetlen óvodás, de nem tudom, szerintem ez úgy gyenge lett. Nem elég annyira. Tehát ugyanolyan, mint... Tehát a mechanika az. Abszolút nem egy izén. Az AI rettentően buta, tehát megáll a kapu előtt, ami amúgy nyitva marad, de nem tudnak rajta átjönni. És a kapun keresztül le tudom íjászni. Meg ilyen apróságok vannak. Ne köbdösd, légy szíves! Körbálja, hányszor kell megszólni, hogy meghalljon. Na menjetek neki! Ja, nyugodtan várjátok meg, még leszedik a többit? Azt a mindegy. De ez még mindig működik. Hűsétek szét. Istenem. Szóval nekem már a téma is fura, a Stronghold az tipikusan középkori Európa, az volt a varázsa. Nem feltétlenül rossz ötlet szerintem. Az tény, hogy az... Amúgy én azt például ma vettem észre, hogy tényleg csak a keleti téma lesz benne. Annak én sem örülök annyira, de... Ja, ez van. Okay. Most annyi a küldetés, hogy elfoglaljuk ezt itt. Mert akkor azonnal indulok. Hát mindjárt nyomatunk egy izé Crusader streamet, gyerekek. Hát ez mi? Már rendesen vágyok Stronghold élményre. Mert amúgy ez nem adja. És hogyha látnátok milyen a Crusader, aki esetleg csak azt hiszi, hogy össze-vissza beszélek, azt szerintem megértené, hogy miről beszélek. Grafikára se tetszik, sokkal inkább OS, mint Strongholdos. Hát, ja. Lényegében igen. Hogy baktatnak? Nagyon munkás. Ez... Az egy egér, jó, majdnem lepandáztam, de aztán rájöttem, nem, mégse panda lesz. Na, menjetek, azt kapjátok szét őket. Rendelegen vannak erre a két emberre. Azt a mindenit. Elfoglaltuk, gyerekek, hát el sem hiszem. Azt most mit csináljak? Ja, hogy az a küldetésem, hogy rakjam Nagyon jó. Our village economy is flourishing. However, we are now running low on wood. I would suggest placing some wood camps, sire. Ja, szóval az állat meghatározza, hogy mit tudsz belőle küldeni. Aha. Your goods have been sent. This map shows an overview of the whole battlefield. Your estate is marked with the icon of your lord. The other estates are held by local warlords and can be captured to acquire strategic advantages. Vágom, már is rájöttem már. Click on your newly captured. Good. That's good.
De most ne szórakozzanak már, hogy a Jungle Kingdomban összisz ennyi küld... Ja, hogy... Várjunk! Ja, hogy... Ennyi... Így van! Azért lesz itt egy... Jó, van egy pár küldetés. Na, tehát csak a Jungle Kingdomsban van 6 küldi, aztán itt is, meg... Itt másik térképet kapunk, de hogy itt is. Itt is van 6 küldünk, meg itt van, Japán. It was not long before Thuk Phan was both respected and feared by the Rivelin tribes. With the charisma and energy of a young leader, he gathered more and more peoples under his banner. Meanwhile, the Hung King's armies amass ever closer to the border. Megnézzük még egy küldetést, csak hogy teljes legyen a sztori. Jack, neked nincs meg a Steamen a Crusader HD? Csak azért kérdezem, hogy van-e esti programod? Azzal már lehet a szem multizni normálisan. A message from Thuk Phan. We have reached the edge of the Empire's reach. Be on the lookout. That nearby Hung outpost is sure to notice our presence before long. Highness, houses provide the capacity needed to grow our population. Our houses are a bit meager right now, and this is hurting our popularity. A wise ruler would build higher quality housing for a popularity boost to bring in more peasants. Our troops will need better weapons than spears to take on these settlements. Vágó. To train a properly equipped army, we need weapons workshops to construct bows and axes. Hát, mit ne mondjak, rohadt nagy területet hagytál nekem. Hogy itt ráadásul, aha. Mennyi kövünk van? 80. Nem tudok falat építeni! Rossz egy stronghold, nem baj, csak azért szórakozni gondoltam picit. Most ez komoly? De legalább bele lehet építeni a falba. De nem tudom őket onnan leszedni. Jaj, de jó! Felkerültek a tetőre. Nem tudom őket onnan leszedni. Gatjuing. De most... Miattuk nem fogom... Úristen. Na jó, gyere csak ide. Most... Most mi történik? Haló? Hogy tudom őt feloszlatni? Na várjatok, az armorit kell feloszlatni, az a baj. Öcsém. Nem tudtam elküldeni az embert. Alárakta nekem az armorit. Szedjétek már le. Ó, menjetek fel egyből. Ujjjj. I am yours to command. Chúng ta nên đi đâu? Xin tuân theo ý của ngài. Megszereztük, nagyszerű. Páran maradjanak itt. Mit kell? Arborit kell építeni, kettő Fletcher's Workshop kell legalább. Én mindjárt csinálom. Ezek a küldetéseink, azt megyünk, azt megöljük az enemit. Így né, és kettő X Workshop is kőne. Én így. That's right. És akkor... Thuk Phan. Thuk Phan. With small steps we begin the makings of a great upheaval. Akkor vesztek, hogyha meghal a lordom. Oké, az nem fog bekövetkezni azért. Az a baltás elég lassan fut, de nem baj. Hozzak majd itt szépen, lassan csinálgatják a dolgokat. Itt mi van? Na várjátok, hogy fogunk bemenni a falon? Azt valaki el tudja nekem mondani? Oké. Ó, hogy itt ennyi minden van.
Sand Gold. Aha. Szóval ezt tudja, ez a liba, hogy diplomácia boostot tud adni, meg pénzt. Meg lehet upgrade-elni a warlordunkat. Menjünk warlordokat foglalgatni itt a seregünkkel. Csapadjunk fel oda, toronyba. A ketten bologatnak a tenni. Az a helyzet, hogy már napok óta oxigénát inkludezni szeretnék, de az holnapra fog maradni, mert ma este muszáj lesz. Keresi, meg tudom-e csinálni a Strongholdot ténylegesen. Na, hopp! Nézzétek, már elfoglaltuk! Talán küldetések vannak, gyerekek. Hú, tehát itt egyre többen lesznek. Na baj, nekünk nem kell harcolni, csak a toronyba kell fölmenni. Our warlords can also be attacked and captured by our enemies, so they must be protected carefully. Nem akarok beleszólni, nem tudok olyan épületet letenni, ami... Ó, de! Mennyi rizsánk van? Adjunk egy kicsit több rizsát az embereknek. Ez egy kevés, túl sok. Várj egy kicsit. Ezt lerakjuk. Jöjjön egy kis boost. Egy kis diplomácia pont boost. Nézd, már beálltak a kapuba elénk! Ilyen 300-asat játszanak itt a kollégák. Ez 7.1-es fülesen rohadt jó lett még. Szeróban is, olyan, mint hogyha álltam mögött, elszaladna, olyan effektek vannak. Elszaladna egy ilyen kis izé mohiká harcos. De nagyon komoly. Szerintem ti is halljátok néha. Nem ingyenes a játék, srácok, nem. Menjetek föl, mindannyian? A message from Thuk Phan. Scouts report a Hong contingent is heading in our direction. I knew we would not be left alone here. Be ready for a fierce battle. We must show the Hong Empire that we do not fear them. One more lord left to go, and you will have full control of this area. Our troops are ready. Nagyon sokan vannak, ez nem biztos, hogy meg lesz. Ugye küldünk egy kis erősítést. Úristen, ez a... Ja. Nem lehet mozgatni a kamerát. Cümjö! Go Chuingi! Kutyunká! Ja, nem baj. Na Istenem, hogy ezt jobb klikkel kell csinálni. Ez már a végén elég lesz. The Hong forces will be here soon. We should train up more troops to ready our defense, my lord. Nem, az pont nem lesz elég, az a pár egység. Not enough gold to train this unit. Amúgy ezt kihasználhatjuk toronynak, aztán be lehet ijeszkodni. Megadóztatjuk itt a szomszédos tornyokat. Az a baj, hogy még egy rendes vár sincs itt, vagy valami, tehát hogy érezd, hogy valami helyőrséget adóztatsz meg. Ez egy sima torony. Öljétek meg. Ott kéne maradni, hogy elfoglaljuk. Jó van majd. The revolution spreads. Excellent work. No warlord around will be welcoming a force of Van Lang in a hurry. Na, küld csak el az adót. Ez a legfontosabb. To arms, my companions. We have gained the loyalty of these warlords, but have limited diplomacy points to issue edicts. Ezek meg akarnak minket támadni, gyerekek. Consulate, it will increase our flow of diplomacy points. Recruits needed, Highness. Hát ez... The enemy approach. Pára mögéjük mehetnétek. Mehetek ott el hátul? Menj már el mögötte, öcsém! Mibe akadsz fent? Jó, mindegy, lejjelszek őket.
Ó, ezek az ijászok itt jó helyen vannak amúgy. Nem, nem, ez téves riasztás. Nem tudom eladni, ha nincs marketom. Baj. Recruits needed, Highness. Some good night. Long had to be. Hey, think that won't do that. Foglaljuk el az összeset. Mindenki adózik rendesen? Csak befizetném az adókat. Mint hogyha nagyon sok lenne, de akkor is. Hol a magtárunk itt van. Szedjétek szét ezt a borlódot, és aztán szétszedjük itt a főkapitány urat tavárban. Mert neki van fala. Még a helyi lázadó törzs vagyunk amúgy. Támadjuk csak hátba. Na. Váratunk onnan egy kicsit. Na és hogy kéne nekem a várat elintézni? Az ijászokkal majd gondolom. Az micsoda? Mit toltok ott a földön? Ja, viszi az a köves. Köves közszállító. Na gyertek. Weapons needed. Na megindítjuk a hadsereget most már. Hát libagolja a gébe, én nem tudom melyen repülőmadár ez. Valamilyen vízimadárnak tűnik amúgy így összességében, de nem tudom pontosan mi ez. Úgy lehet gyorsítani elmetek a játékmenetet. Azt nézzétek. Úgy ijesszatok le a föntieket. Jó. Most meg fognak itt halni. Kérdés, hogy visszapótolják-e a hiányzó egységeket. Nem úgy néz ki, mint az ijászokat visszapótolnák. Jó, hogy azok ijászokat hátul, jajaj, aztán leszették az én ijászaimat, nagyszerű. Na, szedjünk össze egy kis egységet aztán. Keleti kultúra miatt esélyes, hogy daru? Lehetséges amúgy, nem kizárt. Azt mondja, a Stronghold Serial is az a baj, mint a... Nem tudom miért gondolsz a Homendemmel. Az nem ismerem azt a játékot szerintem, vagy lehet, hogy csak így névről most így nem ugrik be. Hogy megcsináltak egyszer a legjobb részt, és utána már semmi sem lehet olyan jó. De ki is hagytak olyan dolgokat, ami miatt olyan jó lett a másik. És sokan azt mondják, hogy hát... Ezek már annyira nem adják. Játszunk ilyen sok lúgdisznó győzt?
Örülök, hogy ő stabilan tudja hozni a katonáit, csak hogy ez így annyira nem fán. Na várj egy kicsit. Ezt nem tudom legyőzni zébe, jó? Jó. Mennyi fánk van? 807, jó. Not enough gold to place this building. Köszönjük, hogy gyártani nekem rengeteg íjászt. Weapons needed, Highness. Még hogy folyamatosan csünk egységeket, mert ő is folyamatosan hozza őket, ilyen köpködőzset is viszünk. Az a izé nem sokat ér, az a kis pajzsos, elég ratyi. Szóval mi a helyzet? Hát csak próbálgatom ezt az új stronghold-ot, de... annyira nem... nem fogott meg eddig, vagy nem is tudom. Okay. Fogy a rizs nyilvánvalóan így, hogyha ilyen tempóba fogyasztjuk. Az íjászok is gyorsabban készülnek azért. Jó. Jó, azokat le kéne szedni ott fent. Oké. Okay. Gyerünk, kalapáljátok szét, aztán haladjunk. Csákányod ütik, vége van. Ja, hát szívecském, rájöttem, most lehet időt gyorsítani, úgyhogy igazából ez így. Menjetek föl, egyszerre támadjunk! Oh, micsoda Victory! Jó, nyilván itt az elején még nem lesz nehéz a dolog. Johnny. Kíváncsi vagyok, mi a harmadik küldetés. Ah, itt már legalább van kőfal. Ja, nem nekünk. De van egy kicsike. Itt már lehet építeni falat! Azt a mindenki. Jó van, srácok, hát én azt mondom, hogy... nekem most így első körben ebből ennyi elég volt. A témája az jó. De újdonságot, mint Stronghold nem hozott, sőt, az se hozza, amit a legjobb részek tudtak hozni, tehát hogyha legalább azt a szintet, nem tudom, hozná, nem tudom, pont az a rosszabbik Strongholdoknak az elemeit gyúrták picit össze, azokból a jobbaknak mondhatóbbak, nem tudom, nem tudom, nem hanyatt erős, vagy hanyatt esős szerintem, az A is buta, szerintem, úgyhogy ez... itt látszik, hogy scriptek vannak, hogy haladsz előre a küldetésben, és akkor történik, semmi váratlannal nem kell számolni. Mindig ugyanaz, akkor az összeg történik öbben. Na mindegy. Hát most első körben láttatok egy betekintést róla, nekem nagyon ambivalens, ilyen vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Döntsétek el, hogyha nagyon tetszik nektek ez a keleti kultúra, akkor, és amúgy szeretitek a Stronghold világát, lehet, hogy érdemes kijátszani itt a sztorit, mert egy hangulatos kis dolog, de nem kell tőle sokat várni alapvetően, és akkor nem lesz nagy probléma. Úgyhogy srácok, ha meg tudom csinálni a Crusadert, akkor kicsit crusaderezünk. Mert most már, nem tudom, most lenne kedvem egy kicsit nosztalgiázni.
Ha nem, akkor pedig lehet, hogy oxigénezünk egy-egy 9-től, meglátjuk, jó? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Ha nagyisten tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek és még nem tettetek volna, megiratkozzatok fel. Komment szekcióban nyugodtan a véleményeteket véssétek oda, bár látom nagyjából így egyetértünk, hogy úgy nem nagy extra ez a rész. Kicsit szomorú vagyok, mert többet vártam. Ez van. Úgyhogy jók lehetek, srácok, nekinek további szép éjszakát, akivel nem találkoznék, és tartottam. Sziasztok!